140 éves Csornaváros önkéntes tűzoltó egyesülete. A jubileum ünnepségen Magyarország kormánya által meghirdetett városi civil alap, valamint Csornaváros támogatásának köszönhetően sikerült lecserélni a régi elavult tűzoltóautót. A korszerű eszközt Fazaka Zoltán Márton premontrei apát áldotta meg és szentelte fel. Az ünnepségen Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő elmondta, sok fiatal is részt vesz a civil szervezet munkájában, amire nagy szükség van a városban. Azon gondolkodtam, amikor az Ingétől megkapta a meghívót, hogy és láttam, hogy mi történik, kit vesznek ma itt, láttam a népsort, hogy nem szokás, hogy politikai szállat belevinni egy köszöntőbe, ha csak nincs éppen kampány, vagy nem egy politikai rendezvényen vagyunk, már pedig kampány már nincs, politikai rendezvényen éppenséggel nem vagyunk, de mégis egy vékony politikai szállat engedjetek meg, hogy behozzak ebbe a köszöntőbe. Mert hogy láttam a népsorban, hogy itt lesz a mai napon dr. Gulyás Zoltán és Andrei Imre is, akik 90-es évek csordai politikai közéletének politikus alapjai voltak. Mondhatom, hogy a rendszerváltás utáni városi politikai közélet nagy öregjei, elnézést, remélem nem bántalak benneteket ezzel a jelzővel, akikről azért tudni kell, hogy a politikai paletta két ellentétes oldalán álltak. Imre a Szabaddemokraták Szövetségének a csordai arca volt, Gulyás Zoli meg a Fidesz a Magyar Polgári Szövetségének a csordai arca volt. És én magam is emlékszem arra, vagy ha nem emlékeznék, elég hangos politikai szócsatány zajlottak ki a csordai önkormányzatban ahhoz, hogy mindenki tudja róla, hogy a politikai értelemben nem két nagy barátról volt szó. És mégis van egy ügy, ami erősen összekötötte őket. Ez pedig a csordai önkéntes tűzoltó egyesület. Mert hogy annak ellenére, hogy a csordai önkormányzatban éles politikai csatákat tudtak lefolytatni, és néha egészen durva vitákat tudtak lefolytatni bizonyos ügyek mentén, mégis akadt egy olyan ügy, ami ellé teljes messzélességgel felsorakozott a politikai paletta két különböző oldalán álló helyi közéleti szereplők. És ezzel nincsenek egyedül Imrei Zoli, mert hogy nagyon-nagyon sok ember támogatta, apátunktól hallottuk már 140 évvel ezelőtt is az önkéntes tűzoltóság létét, illetve fejlődését, fejlesztését. Én magam is örömmel látom, hogy meg kell állapítani, hogy vagy élőregszem nagyon, vagy ti fiatalotok. Egyre több a fiatal, és ezt örömmel látja az ember. És ez nyilván annak köszönhető, hogy sokan dolgoznak azért, hogy a lehető legjobb körülmények között működjen az önkéntes tűzoltóság. Egyébként nem csak során, hanem szerte a rávakokban és szerte az országban. Van egy feltételezésem, hogy ez miért lehet így, hogy sokan támogatnak benneteket. Ezt lehet, hogy már hallottátok egyiketek, másikatok tőlem egy-egy ilyen hasonló versenyen vagy ünnepségen. Nekem meggyőződésem, hogy azért van így, mert azon túl, hogy ti egy olyan civil szervezet vagytok, akik végeznek egy bizonyos tematikus tevékenységet. De ilyenből sok van. A nyugdíjas klubok összefüggják a nyugdíjas klubokat. A faluszépítő, városszépítő egyesületek odafigyelnek a faluszépítésre, városszépítésre. Sportegyesületek sportolnak, és itt tovább, és itt tovább. Ti is egy bizonyos tematikus, egy téma köré szerveződtetek, az önkéntes tűzoltóság köré. Igen ám, de ti egy olyan speciális téma köré szerveződtök, ami minden egyes ember számára fontos, ez pedig ugye nem más, mint a mi egészségünk, a mi biztonságunk. Ti egy olyan szervezet vagytok, akik egyébként saját teretésnek, vagy térségetek életében, mindennapi életében komoly színfoltot visztek, részt vesztek a közösségi eseményeken, vagy azzal, hogy önkéntes munkával segítetek ezeknek a rendezvényeknek a lebonyolításával, vagy egyáltalán a részvételetekkel, vagy egy bemutatóval, és itt tovább, és itt tovább. Tehát magyarul minden egyes ember számára, akik ebben a térségben, ebben az adott településben működtök, valamit adtok, valamit tisztaltok ahhoz képest, amit körül egyáltalán szervezőtetek. És ez tiszteletre méltó. Ezért nem véletlen, hogy szoktuk azt mondani, hogy szép-szép az erkölcsi megbecsülés, és minden erkölcsi megbecsülésünk a tiétek. Önkéntes tűzoltóként. De szép-szép az erkölcsi megbecsülés, de profánul fogalmazva, de hol a zsé? Hol az anyagi támogatás? És teljesen igazol van annak, aki ezt mondja. Ezért állítom, hogy minden faluban működő falusi civil szervezet, önkéntes tűzoltó egyesület, és minden városban működő önkéntes tűzoltó egyesület rászolgál azokkal az adott támogatásokkal, amiket például a legutóbbi években tapasztalhattok, akár a falusi civil alap segítségével, akár hogy a csordai önkéntes tűzoltó egyesület a városi civil alap segítségével, ennek köszönhetően a gyűjtelmi beszerzés is. Még meg sem érkeztem, de már megkapta a Indéktől a feladatot, aki elmondta nekem, hogy
Nagyon jó, hogy megvan ez a vízgépjármű, de a tárolással még egyelőre probléma van. A következő években azon fogunk dolgozni, hogy a tárolást is megoldjuk. Jelzem neked újra, és jelzem mindannyiatok, ha kedves csorai tűzoltók, önkéntes tűzoltók, hogy ezt a problémát is meg fogjuk oldani, ugyanúgy az előző kihívásokat is mindegyik a oldottuk. Zárásként engedjük meg nekem, hogy kis jelképes protokolláris, ha már elkülcsi megbecsülés, és protokolláris ajánlókat is kedvesképnek, hogy ön is a Sopó megye önkormányzatának tisztviselőt szeretném átadni. Mindének. A diszkokedvére következő hangja Csorraváros önkéntes tűzoltó egyesület részére fennállásának 141. évfordulói alkalmából több évtizedes áldozatos tevékenységi felismeréseként Jobáros Altár Országgyűlési Képviselő és Németh Zoltán a Győrmészség Szokó megyei önkormányzat elnöke és lelkes emeletek kutatája. A jubiláló csornai önkéntes tűzoltókat dr. Bónáni dr. Németh Katalin polgármester is köszöntötte. Egy örömömre szolgál, hogy a város egy olyan civil szervezettel büszkélkedhet, aki nem csak a bajban van ott az első szóra, vagy akár szó nélkül, hanem szabad idejüket nem sajnálva közösségi és közösségépítő programokat szerveznek maguknak és másoknak egyaránt. Külön büszkeséggel tölt el, hogy polgármesterként az Egyesület egy régóta dédelgetett álmának megvalósításában egy újnak mondoros rendszerű beszerzésében működhetünk össze. Magyarország kormány által meghirdetett városi civil alap és Csornaváros önkormányzatának anyagi támogatásával a régi, már-már veteránnak számító tűzoltóautó cseréje történt meg, biztosít ezzel a még hathatósabb és megbízhatóbb segítségnyújtást. Bízunk benne, hogy bevetésre nem lesz tudatlan szükség. Kívánom, hogy gyakorlásra, versenyekre, rendezvényekre többször kelljen igénybe venni, mint éles helyzetekben. És amit az előbb a képviselő úr mondott, az úgynevezett téripar területen lévő önkormányzati ingatlan részt ingyenes használatba adásával a város támogatni tudta az Egyesület hely problémáinak megoldását is. A terület rendbetétele, funkciójának tervezése és kialakítása jelenleg is folyamatban van. Bízom benne, hogy hamarosan ott is egy megvalósult fejlesztés befejezésének örülhetünk, és például a tárolási probléma is meg fog oldódni. Kedves egyesületi tagok! Kívánom önöknek, nektek, hogy ezt az elhivatottsággal párosuló lelkesedést soha ne veszítsétek el, a jó közösségi szellem kísérje tovább a következő 140 évet is. A versenyhez pedig mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, vigyázzatok magatokra és társaitok épségére. Köszönöm szépen! Sallai Péter dandártábornok a hivatásos tűzoltók nevében méltatta a nagy múltú szervezetet. A 140 éves évfordulónak egy olyan apropója és felszólt versenyezünk. Ebben az évben meg tudtuk rendezni a járási versenyeket, és tudom jelenteni önöknek, hogy a Covid után óriási technikai fejlődésre ment keresztül az Egyesületet. Én elsősorban köszönöm annak, hogy a versenyek nélkül tudtunk jól gondolkodni, és megvolt az a közeg, köszönve a modern települések programjának, hogy az egyesületekben nagyon sok új gépjármű becsengőt tudtak beszerezni. Köszönöm személy szerint a képviselő úrnak a közbejárását. És maga a versenyek pedig azt mutatják, hogy bár kevesebb számba jöttek vissza az egyesületeknek a tagjai, kevesebb versenyző volt, de mégis azt gondolom, hogy az a maga, aki megmaradt, amögé nagyon jól össze lehet majd rakni, hogy a következő években újra azt a létszámot tudjuk. A technikai fejlődés pedig azt hiszem körbe lehet nézni, most már nincsenek zsukkok, nincsenek mizák, hanem olyan gépjármű pecskendők vannak, ahol hát nagyobb Isten lenne most egy tarló tűz, akkor azt hiszem a hivatásoknak nem kéne kijönni, mert itt körbe tudnánk állni. Az ünnepségen emléplakettet vehetett át dr. Gulyás Zoltán, Abda Imre, Németh László és Bognár Zoltán, aki szolgálati elfoglaltsága miatt később veszi át az elismerést.